Az a kérdésünk, hogy így télidőben hogyan működik nálatok az immunrendszer erősítése, mit tesztek, mit esztek, és hogyan javítjátok a testetek ellenálló képességét, vagy a szervezeteteket. Hát ezzel kapcsolatban pedig beszélgetünk már is vendégünkkel, akit már az előző óra végén is emlegettünk. Dr. Gödény György van itt velünk, gyógyszerész, fitness szakedző, és a Jeepes csávó az aranyéletből. Tudtam, hogy nem fogod kihagyni. Jó reggelt, szia Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. Na hát nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk. Mint kiderült így adáson kívül, te aztán tényleg mindenben szerepet válasz, részt válasz, tényleg filmekben, sorozatokban is láthatunk. Ugye motivációs videóid is vannak bőven az interneten, és hát konkrétan, ugye, mivel gyógyszerész vagy, így azért valamelyest azért csak értesz az immunerősítéshez is. Most leginkább ez lesz a téma, de majd valószínűleg kikandikálunk, és azért beszélgetünk egy sorozat szerepekről is. A C-vitamin, tegyük már tisztában, mert még mindig találkozok én is napi szinten olyan emberrel, aki azt mondja, hogy á, nem, mert azt hallottam, hogy vesekövet okoz. Most akkor szedjük, ne szedjük, mennyit szedjünk ebből? Mi ez? Hát a C-vitaminnal kapcsolatban elég skizoid állapotok uralkodnak, ugye, mert többször hallottuk azt, hogy mennyit kell szedni, többet kell szedni, valóban utána ne szedjük, mert vesekövet okoz, mert problémát okoz, nem szabad, nem lehet túladagolni, de mégse jó, hogyha sokat szedünk. Ez így évről évre változik, igaz? Sőt, olvastunk olyat, hogy a C-vitamin táplálja a rákos sejteket, és aztán kiderült, hogy ez is egy óriási nagy balgaság. Igen, kiderült, hogy ez egy chilei vizsgálat volt, ami aztán teljesen megdőlt, mert a vizsgálatot vezető professzor asszonnyal interjút készítettek, és mondta, hogy teljesen más lett az eredmény, mint amit így végül publikáltak, tehát ami közkincsé vált. Tehát alapvetően a C-vitamin egy nagyon hasznos dolog. Itt az adagolással vannak különböző felvetések, amik, hogy úgy mondjam, ilyen téveszmék alaptalaját adja. Tehát a C-vitamin szerintem jelen pillanatban, hogy a szervezet jól működjön, legalább 30 mg per testsúlykilogrammonként kell adagolni, tehát egy átlagos 70 kilós embernek kb. 2 g-ot kellene fogyasztani, egy 100 kilósnak akár 3-at, és ez az alap. Ezzel szemben én úgy emlékszem, hogy azt szokták leírni, hogy a napi bevitel a 60-70 mg. Igen, hát van egy ilyen napi ajánlott adag, ami talán arra jó, hogy ne legyünk skorbutosok, tehát ne hulljon ki a fogunk. Vagy hogy épp a gyógyszertárig elérjünk, hogy belehalunk. Köszönöm, mert annak idején, amikor a hajózás elindult még a 15. század elején, még Kolumbusz idejében, neki mondjuk rövidebb útjai voltak, de később a hosszabb utakon előfordult az, hogy a tengerészek egy jelentős része meghalt valami különleges betegségben, ez volt a skorbut. Tehát először elkezdett vérezni az énjük, kihullott a foguk, különböző olyan szervrendszeri problémák adódtak, amik az érfalaknak a tönkrem meneteléből, tehát a károsodásából fakadt, és ahogy tönkrementek az érfalak, különböző vérzések lettek, és a végén elpusztultak. De ilyen ennyire különböző volt a táplálkozási szokás abban az időben, mert most, ha biztos van olyan ember, aki életében nem vett még magához C-vitamint, és még nem, jelen pillanatban is él. Tudod, először indulsz hajóútra, honnan tudod, hogy mit vigyél magaddal? Tartós élelmiszereket viszel, különböző súlyozott húsokat, hogy a krumpliban nincsen. Ne halljál éhen. Hát. Igen, gondold el a matrózok bevásárló listáját előző. Azt mondja, jó, fürdőgatya. Tej, kenyér, herszalámi. Gondoljátok ezt, hogy Amerigo Vespucci volt a raktárosa a Kolumbusz Kristófnak, azt hiszem a második hajóútján, ami már hosszabbra sikerült, mint 2 hónap, és ott senkinek nem volt semmilyen problémája. Uh-huh. Mert savanyító zöldségeket vitt magával, meg egyéb olyan cuccot, amiben azért volt valamennyi C-vitamin. Tehát az, hogy a skorbut ne jelenjen meg, ahhoz nem kell nagyon sok C-vitamin. De az, hogy a szervezet jól működjön, az sokkal több kell. Azt mondod akkor, hogy, bocsánat, elfelejtettem még egyszer, hogy kilogrammonként 30... 30 mg per testsúlykilogramm. Hát neked azért... Igen, én ott egy 3 g-ot számoltam. Köszi. De ha a dohányzó vagy egyéb jellegű különböző megpróbáltatásoknak teszed ki a szervezeted, nehogy Isten sportolsz rendszeresen, akkor ez a mennyiség azért több kell, hogy legyen. Aha. De most melyiket nézed ki belőle, a dohányzót vagy a sportolót? Igazából egyik se. Maradjunk annyiban, hogy én ezt a 3 g-ot egyáltalán nem, ez most engem sokkolt egyébként. Az 3000 mg, 3000 mg, tudom, igen, szóval én szerintem napi szinten, mert ami szedek C-vitamint. És 3 millió mikrogram. De én ezt az 500 mg-os tablettát szedem. Az akkor mondhatni azt, hogy cica puki. Semmi. Srácok, bementem a gyógyszertárba évekkel ezelőtt, és mondtam, hogy 1000 mg-os C-vitaminra lenne szükségem. Miért? Mi a baj? Tehát, akkor ennyire nagy... Nincsen, mondom, bocsánat, nincsen semmi baj, csak mondom, én ezt szeretném. De hogy miért? Tehát most magyarázkodnom kell? Tehát nem akarják ide adni? Milyen adnák oda, mert biznisz, tehát hogy eladják neked a C-vitamint, az biznisz, mert ár is van rajta, tehát keres a
a gyógyszerész, én is kerestem annak idején, amíg gyógyszertárat üzemeltettem. Tehát azt kell tudni, hogy most azt szeretnéd, hogy ne látszódjon rajtad, hogy skorbutos vagy, tehát ne hulljon ki a fogad, hogy azt szeretnéd, hogy jól működjön a szervezeted. Ez utóbbi. Már most tudni való, hogy a C-vitamin rengeteg enzimrendszer fontos alkotó része. Tehát egy ilyen alapvető egyszerű dolog, mint a kollagén, ami most ugye bár sikertéma szintén. A kollagén szintetizálásához a szervezetben C-vitamin szükséges. Ha nincs C-vitamin elegendő, nincs kollagén szintézis. Ebből fakadt a skorbutosodnak az ér problémája, tehát az erek tönkre menetele, vagy úgy feladták a harcot a hajó út során, mivel a szervezetben lévő kőben másfél-két gram C-vitamin tartalék maximum két hónap alatt fölörlődik olyan szinten, hogy ezek a problémák kijönnek. Tehát ha azt szeretnéd, hogy jól működjön a szervezet, akkor mindenképpen nagyobb mennyiségeket kell fogyasztani. Arról ne is beszélve, hogyha valami olyan jellegű trauma ér, hogy vírusok vagy egy esetleg bizonyos baktériumok pont erről szállnak akartam, meg igen. téged. Pont erről akartam beszélni, hogy mi van akkor, hogyha az ember beteg, ugye olyankor alapvetően még több C-vitaminnak van, vagy C-vitaminra van szüksége a szervezetnek, akkor ilyenkor mondhatni, hogy állandóan zabáljunk tablettákat, vagy mit tanácsolsz, hogy hogyan tudjuk bevinni azt a megfelelő C-vitamin mennyiséget, amire szükségünk van? Nem feltétlenül, tehát a tabletták miatt fóbiád van, akkor nem kell neked tablettát szedni. Hát szúrhatod is magadban, hogyha akarod. Persze, vannak injekciók is, különböző daganatos megbetegedésekben használnak nagyon nagy dózisú C-vitamin terápiákat, de alapvetően porként is használhatod. Egy a lényeg a C-vitaminnal, hogy folyamatosan lásd el a szervezeted az egész nap során C-vitaminnal. Tehát ha te porként viszed be, és csinálsz egy koktélt, egy üdítőitalt, egy másfélites flakonba, és azt iszod a nap folyamán, és így pótolod a C-vitamin, pont olyan tökéletes, mint egy retard készítés. Bocsánat, szedben. Sima étkezéssel nem lehet akkor bevinni azt a mennyiséget? Szóval teszem azt, hogy... De 20 kiló alma, 40 kiló banán. Pontosan, tehát másfél kiló paprikában van mondjuk 1000 mg C-vitamin, azt gondolod el. A citrusfélében kb. 2,5 kg-ban van, tehát ezért volt Szent Györgyének jó választása a paprika, de mondom, almában 20 kg, őszibarackban 14 kg. Azt a körülbelül. Egyébként én is így járok, tehát reggelente én otthon szépen bekeverem a 1-1,5 liter vízhez akár a 2 grammot is. Ezért nem szoktál adni nekem belőle? Ezért. És otthon az szokott lenni, hogy mikor bekeverem, és mondjuk jut haza is belőle, mert nem fagyott el, a párom beleiszik, és akkor elhúzza a száját, hogy mi ez a nagyon rossz íz, és mondom, semmi szívem, csak az egészség. Ilyen íze van. Tehát nagyon fontos lenne, és ez a legjobb egyébként. Én is meg szoktam menni az aszkorbinsavat, a 100 grammot, az szerintem 1-2 hónapig az kitart, és akkor adagolom minden reggel. Szent György Albert mondta annak idején, hogy szerintem annyira fontos a C-vitamin, hogy ott kellene legyen az üzletekben a liszt és a cukor mellett kirós kiszerelésben. Meg a gyereknek az étkezőben, vagy a kantémban. A C-vitamin mellett azért nagyon sok minden fást is tehetünk az egészségünk megőrzéséért. Mit szoktál tanácsolni mondjuk ebben a téli időszakban, mint gyógyszerész, hogy mik azok a dolgok, amik még feltétlenül szükségesek, hogy mondjuk... Hát a megelőzés. Igen, igen. Tehát ha azt szeretnénk, hogy egészségesek legyünk, akkor mozogjunk. Ezt nem csak télen, hanem nyáron és ősszel, tavasszal szintén. Tehát a mozgás egy lételeme az embernek. Ha az ember mozog, akkor a szervezet jól működik, illetve olyan hibákat tud kiküszöbölni, amiket egyébként mozgás és egyéb ilyen jellegű terhelés nélkül nem tud megoldani. Tehát visszatérve itt a C-vitaminra, a fehérvérsejtek, ugye ami az immunrendszer egyik alapja, 80-szor magasabb C-vitamin mennyiséget tartalmaznak, mint a szervezet többi sejtjei. Tehát nagyon fontos a számukra, hogy ez legyen. A C-vitamin egy tulajdonképpen egy antioxidáns is többek között, tehát szabad gyökfogó hatása is van, ami nagyon fontos olyan szempontból, hogy ezek a károsító tényezők jóval ritkábban találjanak be a szervezetben. Mert azt tudjuk, hogy az emberi szervezet egyetlen sejtjét egy nap alatt mennyi károsodás éri, szerintetek? Egyetlen egy sejt? Egy most sejt. Arra, most egy számot kellene mondani? Igen, egy sejtet körülbelül szerintetek mennyi károsodás? 10. Tehát 10 000 és 1 millió között Aha. éri. Tehát ilyen károsító behatás. A szervezet ügyes, védekezik egy sejtet. Hogyha ezt felszorozod a 10-14-en, több mint 10-14-en sejtünk van, ezt beszorozod, ez 10-18-an jellegű minimális károsító behatás egy nap alatt. Tehát a csoda, hogy hazaérünk élve. Igen. Hát a mozgás... Én már most kicsit rosszul érzem magam. A mozgás ezeket a javító funkciókat segíti. Tehát egy sportolási folyamat közben rengeteg szabad gyök keletkezik a szervezeten belül is. És a szervezet megtanulja ellenük a védekezést. Tehát amit a C-vitamin is megold, illetve beta-karotin, szelén, egyéb antioxidánsok, azt a szervezet is képes különböző enzimatikus folyamatokkal, ezeket a károsító folyamatokat meggátolni, blokkolni és életben tartani a szervezetet. Mert hogy Szent György mondta, az emberi szervezet az tökéletes. Tehát ő 60 év kutatás után azt mondta, hogy sokkal tökéletesebb az emberi szervezet, mint ahogy a betegségek hosszú listája mutatja.
Igen, és ráadásul az embert ugye nem ülésre, meg fekvésre tervezte. Pontosan. És az, hogy ennyi probléma van, az nem elsősorban azért van, mert mi hibásan születtünk. Egy része lehet ennek, viszont a túlnyomó többség az pedig az, hogy mi hogy gazdálkodtunk ezzel az egészséggel. Tehát, hogy milyen felelőtlenül terheljük a szervezetünket, és tesszük tönkre mi önmagunk, és a betegségek egy jelentős része ezeknek a következményei. Vigyázzunk sokkal jobban magunkra egyébként. Én naposztat el tudnám most Gyurit hallani. Nagyon sokáig tudnánk erről beszélgetni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és egy picit eloszlattuk azokat a tévhiteket, amik mondjuk a C-vitaminnal kapcsolatban felmerültek egyes emberekben. Dr. Gödény György, egy gyógyszerésszel, fitness szakedzővel beszélgettünk, akivel szeretnénk a későbbiekben majd beszélgetni a tévés karrierről is, sorozatokról, csak annyira elszaladt az idő. Igen, és időközben jött egy üzenet Anitától, érdekelne engem egy kalcium-magnézium téma is, szerintem ez majd egy másik adásba talán belefér. Igen, mert itt is azért a kalcium-magnézium is egy ilyen örök vita téma, hogyha túl sok magnéziumot viszel be a szervezetedbe, akkor az... Akkor nagyon nyugodt leszel, igen, nem, én olvastam egy olyat, hogy azzal szétroncsolod igazából az izomrendszer. Mondok egy dolgot, csak hogy ne hülyén menjünk el. Jó. Tehát ezt hagyjuk, a magnéziumot. A magnézium hiányosan táplálkozunk jelen pillanatban, és a kalcium bevitelünk pedig megfelelő. Viszont a két elem egymással egy nagyon érdekes kontextusban van, ezt érdemes megbeszélni későbbiekben. Okay. Biztosan így lesz. Erre visszatérünk. Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Úgyhogy sok C-vitamin, sok mozgás. Mindig...